Sok szeretettel köszöntöm, kedves nézőinket a MasterFilm Digital KFT szinkron stúdiójából. Azért jöttünk most ide, hogy Forgács Gáborral készítsünk interjút. Közel 50 éve a szakmában van, nagyon sok érdekes emberrel találkozott, nagyon sok különleges szerepe volt. Tehát azért ugye olvashattuk, meg láthattuk, vagy hallhattuk főként egészen érdekes mesefilmekben, például a Bob Burger falodájában. Igen, ott egy... hölgyet alakítok, én meg a feleség. És, <laughs> és ezt hogyan fogadta ezt a felkérést, vagy amikor. Hát imádtam, a és imádom, mert gyakorlatilag minden, ami egy kicsikét más. Ugye ez a Bob Burger falodája, ezt tudni kell, egy tüleményes rajzfilm, amerikai, és eredetiben egy férfi ember csinálta a férjet, a feleséget és a, a, nagy kislányt. Tehát ezt, ezt a három szerepet nálunk, ez föl van osztva, ugye a férjem, a rostasanyi, a lányom pedig a pálmai szabi, pálmai szabolcs. Úgy is, ha találkozunk, akkor ez van. Szia férjem, uram, szervusz kislányom. Most ha ezt valaki kívülről néz, akkor jókat rajta. Szóval magától értetődik. És hát ugye Linda vagyok, Linda a feleség, és olyan jó csinálni. De hát nem olyan rég fejeződött be egy sorozat, ahol a főszereplőnek a mamája voltam, tolókocsis mamája. Hát így beszéltem, így beszéltem, de teljesen másfél mm hangon. -hmm. Úgyhogy vannak ilyen édes szerepek, amiket, amiket imádok. Tehát hála jó Istennek ezen a pályán a rendezők, hát kihasználják, hogy elég sok mindenféle hangon tudok megszólalni. Tehát még régebben is, amikor volt úgy, hogy megkért egy rendező, hogy egy ilyen magas, vékony, szintén rajzfilm, egy ilyen magas, vékony figurát, hogy lehetne, hogy kébérdő ervér hagyját csináljak meg, és megcsináltam kébérdő ervér hagyját, de. de, hát aztán csináltam Páger Antal hangon is, meg szóval sok minden. Sőt, volt olyan, amikor egy ilyen kis betétben Diliből, igen, Kabos Gyulaként is megszólaltam. Igen, nagyon büszke vagyok rá. Szóval sok minden volt. És hát a rajzfilmekben is, ugye? Az ilyen hangoktól kezdve. Hát az egész ilyen. Mindenféle van. De hát akkor elég széles a szóság. Hát, más, nem mondjak, ugye a Julian király például a Madagaszkárból, illetve a Madagaszkár pingvényeiből. Utána ezen a hangon ment, de utá, hát így csináltuk a Julian királyt. Sőt, hát abból most indul egy új sorozat, ahol már a Julian király a főszereplő. És akkor ezt most fogják még szinkronizálni? Már tíz részt föl is vettünk. Már tíz részt. Igen. Jaj, nagyon élvezem, rengeteget röhögök. Az, az, az nekem az a legnehezebb. Hogy, hogy, vannak filmek, amiket hát, hát nagyon nehéz röhögés nélkül kibírni. Bosszasztóan nehéz. Milyen érzés ezek között ugrálni, ezek között a karakterek között, hogy délelőtt ez egyik hang egyik bőrébe bújva, a délután egy másik? Erre a következőt tudom mondani, hogy ugye említettem, hogy valahogy ez nekem egy kicsit kényszerpálya lett ez a dolog, hogy én átálltam így a szinkronra, de életem egyik legnagyobb boldogság, hogy ez így alakult. Nem én akartam így, így hozta az élet. És imádom csinálni. Azt kell, hogy mondjam, hogy imádom csinálni. És egy rövid magyarázatot próbálok adni, hogy miért. Én annak idején, amikor a pályára kerültem, azt tudni kell, hogy 24 éves koromban kerültem egyáltalán a pályára. Én addig egy igen kellemes irodagép műszerész voltam. Tehát elismert irodagép műszerész. Egy 72-ben történt ki mit tud hatására, ahol én jódli, éneklés, gitározás, stb. kapcsán egyik percről a másikra lettem ismert, és utána ö, bekerültem hogy a pályára. Most tudni kell, hogy mint ilyen, tehát nem az volt, hogy a gyerekkoromtól kezdve én folyamatosan színész akartam lenni, nem akartam, eszembe se jutott, őszinte leszek. Tehát 24 éves koromban kerültem ide, ami automatikusan maga után vonta azt, hogy én belőlem nem lett jó színész. Én, én meglehetősen közepes színész, sőt. Tehát ez, ha azt mondom, hogy közepes, akkor én nagyon földicsérem magamat. Nem. Én egy, egy bizonyos szinten, tehát én a kabaré, a jópofaság, tehát a gálvölgyi a szeszélyes évszakokban, a csízben, a telepódiumban, én abban tudtam jól lenni, mert Ja, jó pofa figurákat csináltam, ezeket nagyon vette a közönség, szerettek, stb. stb. De hát nekem a színészi pályámon tulajdonképpen hatalmas küzdködéseim voltak, mert, mert én igazából nagyon-nagyon sok mindenre alkalmatlan voltam. Tehát éppen azért, mert nem tudom, én utólag próbáltam behozni utólag kezdtem el beszélni, tanulni, énekelni, tanulni, és, és a színészetnek egy csomó minden olyan apróságát, ami nélkül nem lehet igazából színpadra kerülni. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy, úgy érzem, hogy már hogy nem végeztem főiskolát, sokan nem végeztek főiskolát. Latinovic Zoltántól Tordigézáig, és kiváló emberek lettek, már úgy értem szakmai szempontból. Tehát nem is ez a lényeg, hanem én nekem nagyon nagy lemaradásaim voltak, amiket megpróbáltam behozni, ami hát volt, ami sikerült, volt, ami nem. Tehát például én alkalmatlannak éreztem magam, és az is vagyok, egy drámai, egy Shakespeare szerep, vagy bármi ilyes. Mi ez nem ment? És akkor most érek vissza a kérdésre, hogy milyen érzés, hogy ezeket csinálhatom. Azért csodálatos, mert utólag én most olyan szerepeket játszhatok el, így szinkronban, és olyan színészeknek adhatom a hangomat néha, ami, ami, hát valami egészen földön túli dolog. Drámai szerepeket szinkronizálhatok. Tehát amik, amiket én soha, én mindig egy végjáték, egy kabaré színész voltam. Tehát nem. Most pedig, és néha csodák vannak, mert voltam már Robert Redford egy komoly filmben, voltam Danny DeVito, akkor nem olyan régen csináltam két filmet, azt gondolom, azt hittem sorozatnak indul, de valahol itt megállt. Például a Rowan Atkinson, a Mr. Bean úgy döntött, hogy ő gomoly színész, és ebből kifolyólag megcsinálta a Megré felügyelő című sorozat kettő részét, amiben ő szinte egy mosoly nélkül. Mint Megré felügyelő végigcsinálta az ügyet. Egyébként a forgatás itt készült Magyarországon. És én lehettem a magyar hangja. Hát ez egy csodálatos dolog volt, szóval... És egy csomó olyan szerepet, olyan figurát játszhattam el, sorozatokban ittottam ott, ami nekem, hát egyszerűen régen elképzelhetetlen volt, hogy én ilyen helyzetbe Mi volt a, a legjobb, vagy nem is a legjobb, hanem ennek a legnagyobb kihívás, vagy a, a, amire, amit nehezen, de aztán, aztán végül valahogy sikerült kihozni belőle a legjobbat, vagy... Hát erre nagyon nehéz egyet mondanom. Például a még a Panonia filmstúdióban csináltuk, újra szinkronizáltuk a Jack Lemon főszereplésével készült Eltűntnek nyilvánítva című filmet, ami egy fantasztikus dráma. Egy amerikai milliómos, akinek a fia eltűnt Csillében. Az a bizonyos I.N.D. időszak, amikor forradalom, kutyafüle, stb. stb. mindenféle volt Csillében és ő szerette volna megtalálni a fiát, akiről aztán kiderült, hogy természetesen őt is megölték meg, tehát ahogy sokan másokat is. És, és a Jack Lemon ebben valami egészen fantasztikusat alakított, és én lehettem a hangja. Tehát ez egy, ez egy, nagyon nagy dolog volt. Vagy nagyon nagy dolog volt a most már állítólag, hát fantasztikus vádakkal illetett Bill Cosby, ugye, aki hát az egyik legnagyobb amerikai komikus volt, fekete színész, zseniális, és ő neki volt egy 200 részes sorozata, amiben én lehettem ő, egy 200 részes sorozatban, ami nekem nagyon nagy feladat volt, imádtam csinálni, hát ez egy, szintén egy vígjáték, ugye egy, egy család, papa, mama, öt gyerek, és a papa az nőgyógyász, a mama ügyvéd, tehát renget, és a család, és mit tudom én, és öt, egyik aranyosabb, mint a másik ilyen gyereke. Csodálatos, nagyon nagy kihívás volt. Vagy nagyon nagy kihívás volt például, szintén régebben a, a furcsa pár, nem tudom ismer, ez egy tüneményes vigyáték, ahol két férfi költözik össze, mind a kettő vállás alatt, és hát az egyik egy ilyen precíz emberke, a Félix, a másik meg egy borzasztó trehány és Na és akkor lényeg az, hogy hát ez az egész világot bejárt, ez egy Neil Simon vígjáték. Nagyon sokat lehet rajta nevetgélni. A lényeg az, hogy ebből aztán csináltak egy több mint száz részes sorozatot, ugyanúgy négy Simon segítségével, csak ott beszálltak még mások is, és ott lehettem például fél is kis figurának a hangja. Tehát ezek nagyon nagy dolgok. A lényeg az, hogy hogy néha, amikor ülök a villamoson, és megyek egyik a másikra, olyan boldogság érzet van bennem, hogy Istenem, de jó, hogy nekem ilyen munkáim vannak, hogy egyik helyről megyek a másikra, onnan a harmadikra, itt hangalámondás, ott szinkron, és imádom csinálni. Tehát csak az a lényeg, hogy bár kényszerből kerültem ide, egy csodálatos dolog, hogy ide kerülhettem, és itt lehetek azok között, az emberek között, akiket nagyon becsülök, nagyon nagyra tartok, felnézek rájuk egyrészt, mint színészek, másrészt, mint szinkronizáló emberek, és ezek között nem csak színészek vannak, hanem fantasztikus rendezők, akikkel nagyon-nagyon szeretek dolgozni. Mert egyetlen egy ennyi tanácsokkal úgy tudnak helyre tenni, ahogy a nagykönyvben van megírva. Mert az ember ugye nem mindig ismeri a filmet, tehát csak azt a részt látja, ami, ami van. Vagy vagy a hangmérnökök, vagy a, ha, ha egy jó íróval talál, én olyan boldogtok lennem, amikor Istenem, de jó ez a szöveg, hogy úgy, úgy, úgy mondatja magát minden a helyén van, a mozdulatokra, a, a gesztusokra, ezek nagyon fontos dolgok, hogy minden ott legyen, ahol kell, és akkor én, akkor én boldog vagyok. Köszönjük a Masterfilm Digital Kft.-nek, hogy ismét biztosították a helyszínt az interjú számára.